Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Metszet. A magyar kormány több mint 100 millió eurónak megfelelő forinttal támogatja az erdélyi magyar közösséget. A támogatás 90%-át, összesen 26 milliárd 780 millió forintot az erdélyi református egyházkerület kapja meg, de a többi történelmi magyar egyház is részesül magyar költségvetési alapokból. Mai adásunkban azt járjuk körül, hogy mire költik az egyházak a támogatást, milyen projekteket fejeznek be, illetve indítanak el a megvalósítás útján. Tartsanak velünk! A történelmi egyházak közül a második legnagyobb tétel a gyulafehérvári római katolikus érsekséget illeti meg, 1,5 milliárd forintot kap a székelyudvarhelyi Tamási Áron gimnázium felújítására. A romániai evangélikus luteránus egyház pedig 250 millió forintban részesül. A tavalyi 8 milliárd forintos támogatáshoz képest jelentősen több, 26,78 milliárd forint magyar kormányzati pénzzel rendelkezhet idén az erdélyi református egyházkerület. Ballai Zoltán, az erdélyi református egyházkerület gazdasági tanácsosa szerint a 26,78 milliárd forintos támogatásnak megvan a helye, hiszen 100 év alatt keletkezett hiányosságokat kell pótolni. Nagy lemaradást kell behozni. Ez az egyik indoka annak, hogy az elmúlt száz év, szinte száz évet, illetve azt, amit elveszítettünk a restitúcióval, azt vissza akarjuk építeni. Nem, tehát nincs semmi titok abban, hogy mi intézményeket építünk. Igen, intézményeket szeretnénk építeni, magyar intézményeket. Oktatási, szociális, és még éppenséggel kulturális intézményeket is. A legnagyobb hangsúlyt az oktatási intézményekre és az ifjúságot szolgáló infrastruktúrára fekteti az erdélyi református egyházkerület. Ifjúsági táborozóhely kialakítását, kollégiumok létrehozását, fejlesztését tervezik. Jelenleg ugye nekünk Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön van egyetemi kollégiumunk, összesen 5. Ez most már több mint 500 egyetemistát jelent. De még nincs vége, tehát nem tudjuk, hogy van Brassó, tudjuk, hogy vannak még olyan helyek az országban, ahova kell és szükséges. Azért fontos, mert ez egybetartja a diákokat, a magyar diákokat. Lehet, hogy az állami bentlakások vagy kollégiumok olcsóbbak, vagy hát jobbnak nem mondható, mert egyik se jobb, mint az, ami nekünk van, hiszen ezek újak. De egy olyan közösségi teret tud biztosítani, ahol biztosak abban, hogy ezek az emberek magyarok maradnak, biztos, hogy magyarul szocializálódnak, kulturálódnak, sőt, még az is biztos, hogy magyar párra találnak ebben a közösségben. Azzal is tisztában van az egyház, hogy nagyon nehéz a gimnáziumoknak kollégiumot fenntartani vagy újat létrehozni. Az elmúlt 28 évben nem történt ilyen fejlesztés. Mi ezt most nemrég ismertük fel, és hát ugye ez is benne van ebben az egész történetben, a Kolozsváron gimnáziumi diákoknak közel 200 férőhelyes kollégiumot szeretnénk kialakítani. Azon kívül ugye például a Székelyudvarhelyen van egy ilyen jellegű intézmény, a Református Diák Otthon Alapítványnak az épülete, ami hát egy tömbháznyi kollégium, ezt is ugye most nem sokára vezetőváltás lesz ott is, a vezető nyugdíjba megy, új koncepció alapján fog ez tovább menni, tovább élni ez a kollégium, és hát ugye ezt is szeretnénk felújítani. Zetevár alján egy adományba kapott telken egy 2500 fős táborozó helyet hozna létre az egyházkerület, így végre lenne egy olyan helyszín, amely az erdélyi magyar ifjúság számára nagy lélegzetvételű rendezvények megszervezésére is alkalmas lenne. Az IKE szövetségünknek van egy két évente megrendezett nagy tábora, ahol hát ilyen 2-3-4 ezer ember gyűl össze. Mostanig különböző helyszíneken tartották, Szovátán, idén Nagyenyeden lesz, de hát mindig nagy problémát jelent az, hogy 2000 embernek ugye a mai világban az IKE infrastruktúra kell, akár internet lefedettség, stb.
Most ezeket ezt majd lehet is egybe fogjuk biztosítani. Szociális, egészségügyi téren is fejlesztenek. Az Erdélyt és Párciumot is lefödő, otthoni beteggondozást végző Diakónia Református Keresztény Alapítványuk tevékenységét kiterjesztenék. Öreg otthonokat, nappali foglalkoztató központokat, védett otthonokat alakítanának ki városonként. Ilyen lesz Sepsiszentgyörgyön, ahol nem csak időseknek, hanem fogyatékkal élőknek is lesz egy ilyen védett otthona. Ezt úgy kell elképzelni, hogy több, hát másfél szobás, vagy garzon, nagyobb garzon formájú lakások lesznek, ahol orvosi vagy asszisztensi egészségügyi felügyelet alatt tudják a mindennapjaikat élni ezek az emberek. Sepsiszentgyörgyön már márciusban elkezdődik az építkezés, Kolozsváron egy kisebb öreg otthont bővítenének ki. A kulturális intézményépítés tavaly is nagy lendületet kapott, idén tovább fejlesztenének ezen a téren. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy azt az örökséget, amivel rendelkezünk, illetve az a kultúra, ami ma termelődik, ugye annak hát teret biztosítsunk. Az első ilyen jellegű projektünk az itt Kolozsváron volt, ugye tavaly ősszel nyílt meg az Erdélyi Református Múzeum, és hát ugye túl van már 2-3 kiállításon, azóta is hát sikeresnek mondható. Ugye volt már benne 56-os kiállítás, volt egy Berde Mária kiállítás, illetve volt egy egyháztörténeti kiállítás is, ami fölöttébb jól sikerült. Azon kívül hát ugyanígy a sorolható, például a levéltár, az erdélyi központi gyűjtőlevéltárunknak is a működése, illetve a letelepítése egy új helyre, ami nagyon fontos ilyen szempontból. Szeretnének egy olyan központot létrehozni, ahol a különböző családi írott hagyatékokat szeretnék kutathatóvá tenni. Nagyon sok megkeresés érkezett az Erdélyből elszármazott emberek és leszármazottjaik részéről. A kommunizmusban elmenekült emberek családjai vagy leszármazottai hazahoznák ezeket a hagyatékokat. De hát nincs alkalmas hely ezek befogadására, és akkor döntöttünk, mikor már nagyon sok ilyen megkeresés volt egy ilyen döntés, hogy akkor jó, mi ezt felvállaljuk, hogy teret biztosítunk egy ilyen nagy gyűjtőközpontnak, ahol ezeket kutathatóvá tesszük, kereshetővé tesszük. Ez úgy van elképzelve, hogy lesz egy raktár, illetve mellette egy nagyobb olvasóterem, ilyen előadóterem, ahol egy-két könyvtáros, illetve hát levéltáros fog dolgozni. Egy restaurátori műhelyt is indítanának az egyházi kegytárgyak, könyvek, textíliák megmentésére az utókor számára. Az elképzelés szerint a tanoncok munkaközben tanulnák meg a restaurálás módszerét. Érdeklődés van, tehát a lelkészeink részéről is, egyetemisták is érdeklődnek, művészek is érdeklődnek. Én akinek így mondtam, és mindenki nagyon, nagyon tetszett az ötlet, és hát nagy reménységgel nézünk elébe ennek a történetnek. A magyar állami támogatást az egyház beruházásra, felújításra és kisebb részben működés elindítására kapta. A közel 300 református műemléktemplom esetében átfogó felújítási munka kezdődik el, hiszen az elmúlt 28 évben ilyenre nem volt példa. Egy-egy templom újulhatott meg román és magyar kormánytámogatások, illetve Európai Uniós alapok lévén. Évente egy-kettő tud megújulni. Láttuk, hogy Farkas utcai templom, Kolozsváron vagy Széki templom. Most éppen hát ugye ebben az évben kezdődik el a Bánfi Hunyadi, a Dézsi, a Tordai, az Ótordai templom szintén ilyen EU-s alapokból való felújítása. Ezeket nyilván mi nem akarjuk mi megoldani, meg hiszen sikerült más forrásból ezt biztosítani. Viszont van nagyon sok olyan műemléktemplom, aki nem fért hozzá, noha megkapta a maximális pontszámot, de nem jutott. Tehát ilyen például a Sepsiszentgyörgyi vártemplom, ami egy csodaszép épület, együttes, mert ugye várfal, stb. Minden van, de hogy nem kapott támogatást. Na most ez az egyik műfaj, tehát hogy nagyon szép, nagyon régi Árpád-kori templomok, másrészt vannak a nagyon veszélyeztetett templomok, és itt gondolok a dél-erdélyi templomokról, már nincsen mögött egy gyülekezet, tehát ezeket nekünk kell, mint egyházkerület bevállalni. A projektek párhuzamosan zajlanak a helyi egyházi vezetők felügyelete alatt.
Az oktatási intézmények is fejlődnek, Székelyföldön a református kollégiumok mellé elemi iskolákat építenének. A bölcsödétől egészen az egyetemig, ugye ott vagyunk, és van ilyen intézményünk. Kivéve néhány helyen azért még mindig nincs, tehát Udvarhelyen az elemi iskolának tehát nincs helye, Sepsiszentgyörgyön megint nincs épülete, nem tudja ezt adekvált és modern körülmények között elvégezni ezt a feladatot, de Kézdivásárhelyen is ott van a református kollégiumunk, sikeres iskola, jól teljesít, de nem a sajátjában van, szűkösen van, és hát nincs fejlődése, igazából lehetőség. Így ezek új perspektívákat hoz ez a történet, ugye ezeknek a tanintézményeknek mind. Ugyanúgy, ahogy láttuk, hogy Nagyenyeden, ugye, amióta megújult az egész iskola központ, teljesen másképp tekintenek a diákok is, tanárok is, a közösség is rá az épületre és az intézményre. 10-12 olyan nagyobb projektet tervez kivitelezni a Református Egyház, amely a tanintézmények felújítására vagy létesítésére vonatkozik. Marosvásárhelyen folytatódik a Bolyai Farkas Elméleti Liceum épület együttesének felújítása, Kolozsváron új épületszárnyat kap a nemrég felújított kolozsvári Apáczai Csere János Liceum. A felújítás március végén kezdődött el a tavalyi évben, és elég gyors ütemben tanév közben is történt, és gyakorlatilag a tanévkezdésre szeptember 12-ére elkészültek, kisebb simítások még maradtak utána. A felújítás az gyakorlatilag teljes körű volt, az alagsortól a tetőtérig beavatkozások voltak, padlóknak a cseréje úgy a folyosói részen, mint a tantermekben, a villanyhálózatot teljesen kicserélték, a régi csempekályhák helyett központi fűtési rendszer lett kialakítva. A modern oktatás feltételeinek megteremtéseként pedig tantermekbe be lett vezetve vezetékes internet, illetve wifi hálózat is ki van alakítva. Mindez úgy, hogy a kábelek mind a falban vannak elhelyezve. Bizonyos belső átalakítások is történtek, hiszen épül a liceum új szárnya, amelyben például egy nagyobb díszterem is helyet kap. Így a régi épületben bizonyos terek más rendeltetést kaptak. A régi dísztermet tantermek kialakították át, az orvosi rendelőnél meg folyosói részeken voltak módosítások annak érdekében, hogy majd az átjárás biztosítva legyen az új épület szárnyba. Tehát nagyjából ez, és folyamatban van az új szárnynak a felépítése, ahol 8 tanterem lesz, egy nagy díszterem, könyvtár, ebédlő, és ezek akkor biztosítani fogják azt, hogy a jelenleg a külön levő elemi osztályok át tudjanak ide visszaköltözzenek, és majd szeptembertől itt kezdhessék a tanévet. A tantermeket a legkorszerűbb felszereléssel látták el. Az iskolai közösség is a projekt mellé állt, így a tantermek eszközökkel való felszerelése is megtörténhetett. Az osztályokba laptop és projektor, illetve interaktív tábla került a szülői bizottság, véndiákok, illetve helyi cégek támogatása révén. Az új szárny építése tavaly júliusban kezdődött el egy régészeti feltárással. Az alapok megöntése július végén történt meg, ma már a második emelet építésénél tart a munka. Exkluzív információt is kaptunk az igazgató részéről az új épület hivatalos átadásának dátuma tekintetében. Június 2-án szombaton egy egész napos rendezvényre várjuk a boldiákokat is, a hivatalosságokat is természetesen, azokat, akik támogatták ezt a kivitelezést. Közel 2,5 milliárd forint támogatást nyújt a magyar állam székelyudvarhelyi projektekre. 441 millió forintot szánnak a Székelyudvarhelyi Kézilabda Klub akadémiájának létrehozására, 200 millió forintot kap a Református Egyháza főtéri templom felújítására, és egy egyelőre nem számszerűsített összeget egyik olyan épületének a felújítására, amelyben diakóniai központot hoznak létre. Székelyudvarhelyen a legnagyobb összeggel a Római Katolikus Egyházat támogatja a magyar állam.
Összesen 1,5 milliárd forintból újulhatnak meg a Tamási Áron gimnázium egyházi tulajdonban lévő épületei. Lackó György igazgató szerint az épület együttes átfogó felújítása immár 30 éve várat magára. Tavaly egy kisebb támogatásból elkezdődhetett a munka, amely idén folytatódhat. Az elmúlt évben 50 millió forintot kaptunk, abból el is kezdtük a munkálatokat a régi igazgatói szárnyon. Ott a tetőt újraépítettük, illetve ott folynak most már a munkálatok. Ma zárdosítottunk, és akkor most az év végével, illetve ebbe az évbe 1,5 milliárd forintot kaptunk Magyar Államtól, ami hát 2 évre van ütemezve. Egyelőre ez az ütemterv. A felújításra megítélt összeg az igazgató szerint sok mindenre elég lesz. A felszerelésre, a didaktikai eszközökre, bútorokra azonban még kellene pénz. A prioritás mindenképpen a főépület. Itt kezdjük, ennek már meg is vannak a tervei, engedélyeztetési fázisban van. Tehát a főépület, mint épület, ez a fő prioritás, telek, körbe a telekrendezés, utána pedig jön az általános iskolai kisépületünk, ott is komoly gondok vannak, és majd talán a még viszonylag jobb állapotban, mert ott több újítást eszközöltünk időközben, az a bellakás épületünk. Tehát körülbelül ez a prioritási sorrendünk. A gimnázium épülete műemlék, Székelyudvarhely legszebb szecessziós épülete. A cél az, hogy minél inkább az eredeti állapotba állítsák azt vissza. Az is benne foglaltatik, hogy nagyon sok színes majolika dísz már nincs az épületen, ami megvolt, ezeket pótolni kell, amit lehet felújítani, ezek nem kis összegbe fognak kerülni. Nyílászárók, fűtésrendszer, elektromos hálózat, az épületet kiásni, mert időközben feltöltődött, áznak a falak, salétromosodnak, tehát ezer baj van az épülettel, de minél inkább az eredeti pompájába visszaállítani az épületet, az a cél. Az igazgató azt reméli, hogy a munkálatokat 2 éven belül befejezik, legfennebb kisebb, belső munkálatokat utóbb végeznének el. A munkálatokat úgy próbálják időzíteni, hogy azok leginkább a tanítási szünetekben nyáron menjenek végbe. 960 gyerek tanul az épületekbe, úgyhogy nem lesz egyszerű, de nyilván, hogy menet közben most is folynak munkálatok. Egy-egy részt, egy-egy szárnyat lezárunk, és valahogy megpróbáljuk megoldani a többibe az oktatási folyamatot. A Magyar Unitárius Egyház esetében már 2017 nyarán megszületett a támogatásokra vonatkozó magyar kormányhatározat. Ebből a keretből finanszírozzák a vallásszabadság 450. jubileumi évének rendezvényeit, de ingatlan fejlesztésre is szánnak belőle. A Magyar Unitárius Egyháznak nyújtott támogatásra vonatkozó határozat 2017. augusztus 28-án jelent meg a magyarországi hivatalos közlönyben. Összesen 1,4 század milliárd forintról van szó, amelyet az egyház több egyházközsége, kollégium és ifjúsági szervezete kapott meg. A Magyar Unitárius Egyház egy jelentős támogatást kapott a magyar kormánytól a jubileumi év megszervezése érdekében. Ezek elsősorban programokra, rendezvényekre, gyülekezeti tevékenységekre és összegyházi programokra lettek megítélve számunkra, amiből megvalósíthatjuk részben azokat a tevékenységeket, amelyeket a jubileumi év szempontjából elterveztünk. Ugyanakkor több unitárius egyházközség külön is részesült támogatásban, közöttük a Kolozsvár belvárosi unitárius egyházközség is kapott támogatást bölcsőde felújítása tárgyában. Tudni kell azt, hogy Kolozsváron 2010-től működik unitárius bölcsőde, egy olyan épületben, amit visszaszolgáltatott az állam nekünk, és ezt a nagyon megrongálódott épületet sikerül ebből a pénzből teljesen újjáépíteni. Ugyancsak bölcsőde létesítésére kapott támogatást a brassói unitárius egyházközség, a székelykeresztúri egyházközség pedig óvodaépítésére kapott pénzt. A kolozsvári unitárius bölcsőde épületének előbb csak a felújításában gondolkodtak, de a támogatás új távlatokat nyitott. Mi 2005-ben kaptuk vissza azt az ingatlant Kolozsváron, itt ebben az egyházközségben. 2010-ig bent maradt az az állami intézmény, amelyik korábban használta. 2010-ben vettük birtokba az épületet. Sajnos az államosított időszakában az épületnek szerfelett leromlott, tehát egyházközségünk már eddig rengeteg pénzt kellett feláldozzon annak érdekében, hogy az az épület megfelelő szinten működhessen. E támogatás rendjén úgy döntöttünk, hogy
hogy célszerűbb megválni a régi és megrongálódott épülettől is helyébe egy új, több funkciót ellátó ingatlant létrehozni, amelyik immár tényleg arra épül, hogy szolgálja a gyerekeket, tehát mindenféle normatívát betartva már az épület, falak, beosztás, légtér, termek szintjén is szeretnénk azt, hogy egy olyan épület készüljön el, ahová valóban minden körülmény legyen megadva annak érdekében, hogy a gyerekek biztonságban legyenek és jó körülmények között legyenek. Az új épületben bölcsőde, óvoda és idősek számára egy nappali foglalkoztató központ létesül. Ez a nappali foglalkoztató központ egyedi intézmény lenne. Ennek az lenne a lényege, hogy azok a magányos, idős, gyakran beteg személyek, akik Kolozsváron egy-egy tömbházlakásban vannak bezárva nap mint nap, ők napközben megfelelő orvosi ellátást és közösségi életet nyerjenek. Úgy gondoljuk, hogy az öreg otthonok nagyon sokszor nem megfelelően látják el ezt a funkciót. Öreg, idős embereket kiragadni a megszokott környezetükből és egy mesterséges térbe átköltöztetni őket, ez valószínűleg lelkileg igen megterhelő azoknak, akik ide kényszerülnek. Ezért úgy gondoljuk, hogy sokkal emberségesebb az, hogyha nyújtjuk azt, amit az öreg otthon ad, de azért nem emeljük ki végérvényesen az adott személyeket az otthoni környezetből. Otthon vannak estétől reggelig, és szeretnénk biztosítani azt is, hogy beszállítsuk őket, és így megfelelő körülmények között legyenek. Ez a kérdés is ebben az új ingatlanban fog otthonra lelni. Kolozsváron a Református Egyház is gondolt az idősekre. Egy olyan, több évvel ezelőtt elkezdődött projektet tudnak a magyar kormánytámogatásból befejezni, amely számos rászoruló idős és beteg személynek jelenthet támaszt. Kozma András, Kolozsvár Tóvidéki Református Egyház községének lelkésze elmondta, a 90-es évek végén megtervezett és a 2000-es évek elején elkezdett idősgondozó otthon építése a projektre megítélt 2,16 millió euróból befejeződhet. Egy 1647 négyzetméteres telekre tervezett 665 négyzetméter beépített felületről van szó, amely négy szintben képzelendő el. Az alaksora az már készen van, innen kívánjuk folytatni, földszint, emelet és beépített tetőtér. Alaksor az épület infrastruktúráját biztosítja, a földszinti részen is már lesznek gondozottak szobái, de ott van az intézmény irodahelyiségei betervezve. Emeleten és tetőtérben pedig kizárólag a gondozottak szobái. Többnyire kétágyas szobákat terveztünk, de néhány egyágyas szobák is lesznek. Ez a projekt 2000-ben az anyagiak hiányában leállt. Ma egy másik helyszínen, az épülendő idősotthonhoz közeleső épületben gondoznak 25 beteg embert, akiket az új épület befejeztével átköltöztetnek. A 25 gondozottból 19, illetve 20 idős, vannak viszont fiatal, fogyatékkal élő gondozottaink is, akiknek a helyzete még nehezebb, kiszolgáltatottabb társadalmunkban, mint az időseké. Ezért fogadtuk be őket, és az a tervünk, álmunk, hogyha most a nagy idősgondozó otthon megépülhet, akkor ez idősgondozó otthonként folytatja, illetve működik, és a meglevő otthon az átalakul a fogyatékkal élő atyánk fiai számára biztosított gondozó otthonnal. Kedves nézőink, ez volt a mai metszet. Jövő héten ismét jelentkezünk. Akkor is várjuk Önöket a képernyők elé. Én most kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A viszontlátásra!